Alapvetően a program ötlet célja, hogy a látogató szórakoztató kalandos utazás során ismerje meg közelebbről az orr és az illatok izgalmas világát. Tavaly kaptam egy telefonhívást Faust Márk nevű fiatalembertől, most már tudom, hogy fiatalembertől, és a napokban személyesen is találkoztunk, hogy nekik van egy nagyon jó kiállításuk, erről elküldte az információs anyagot, és én egyből azt mondtam, hogy szívesen tudnánk fogadni, hiszen ennek van egy előzménye, a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány már folyamatosan lehet pályázni fiataloknak, egyetemista fiataloknak, és háromfős csapatok jelentkezhetnek. 2021-ben Faust Márk, Ferenczi Luca Sára és Pálos Marcell csapata nyert innovatív ötletével, mely a turizmushoz is kapcsolódik. Szerencsére nem csak, hogy megnyerték, hanem ahogy látjuk, meg is valósult ez a pályázat. Ezt tekinthetik most meg a gyerekek, elsősorban óvodásoknak, kisiskolásoknak szól, de természetesen felnőtteknek is. Van egy játék koncepciója, van egy Aroma professzor nevű úriember, akinek van egy segítőkutyája, ő szeretné egy új illatot összeállítani, ebben kéri a gyerekeknek a segítségét, ehhez kapcsolódnak az illatállomások, illatpumpák vannak, ahol három illat közül kell választani, és hogyha megvan az illat, akkor lehet menni a következő állomásra. Egyébként nagyon nehéz, itt a felnőtt munkatársak is kipróbálták, van, aki csak három illatot, van, aki nyolcat kitalált, az elének, hogy sikerélmény legyen, hogy felhívja, ez tulajdonképpen egy ismeretterjesztő kiállítás, tehát az orrunkról van szó, de nem csak rólunk, hanem vannak plusz információk az állatvilágban sok mindenkiről, hiszen tudjuk, hogy a cápának kiváló a szaglása, tudjuk, hogy a kutyának sokkal jobb a szaglása, és hát rengeteg információ van még itt a teremben. Téved, aki azt hiszi, hogy nincsenek illatok, szagok a világűrben. Persze nem magának a vaksötét vákumnak, hanem azoknak a kémiai folyamatoknak, melyek végbe mennek benne. Az űrhajósoknak sikerült ezt kiszagolniuk. Észrevették ugyanis, hogy az űrséták után a hajóra visszatérve ruhájukból és felszerelésükből jellegzetes füstös aroma árad, melyet odaégett sült húshoz, hegesztés szakhoz, égő puskapor illatához hasonlítottak. Az égett fanyar szakforrása valójában a csillagközi anyagban jelenlévő és a csillagok formálódását is végigkísérő szénvegyületekben keresendő. A kedvenc illatom? Nem mondom, hogy a kedvenc illatom, de hogy a világűrnek van-e illata, ezt például nem gondoltam. Ez pont egyébként nagyrészt jó illatok vannak, hiszen a gyümölcsök, a virágok illatai mind jók, a baba illat is, a karácsony illata, de a világűrnek kifejezetten kellemetlen az illata, úgyhogy ez inkább meglepett. Nem mondom, hogy a kedvenc illatom, csak egy kicsit olyan érdekesség itt a kiállításban. Az anyának megmondtam, hogy simatoltunk, és voltunk pozson. Nekem azt tetszett, hogy a mozisztunk, mert voltunk buszon. És még azt tetszett nekem, hogy mindegyik megszokultult, és valamelyik jó illat volt meg los. Szívesen várunk mindenkit, és azt beszéltük, hogy mert ezt 9 órától 16 óráig terveztük, de még kicsit kitoljuk 17 óráig, tehát ha tudnak jönni, akkor a családokkal is megpróbálni, vagy kipróbálni ezt a kiállítást, és arra sarkalunk mindenkit, mivel nagyjából egy hétről van szó, hogy jöjjön és látogasson el hozzánk, a kiállítás ingyenes. Az illatos kalandjátékon a gyerekek, a titkon kíváncsi felnőttek, valamint a lélekben fiatal idősebbek március 1-ig tudnak részt venni.